Ebben a mai videóban a kókuszolajról, a kókuszsírról lesz szó. Üdvözöllek itt Újhely Szabolcs Zoárt. A kókuszolaj az egyik legjobb zsírfél, amit fogyaszthatunk. Számos ázsiai és afrikai kultúra évezredek óta használja, alkalmazza nagy mennyiségben. A kókuszolajról elterjedt a korábbi években, hogy nem egészséges. Természetesen, ha van elég pénzünk, mindig találni fogunk pár kutatót, akik bármiről be tudják bizonyítani papíron, hogy az nem egészséges. A kókuszdió csak akkor jelent nagy-nagy veszélyt a testünkre, ha a kókuszpálma alatt állunk és a dió a fejünkre esik. A kókuszdió egyébként a kókuszpálma magja, a legnagyobb növényi maga természetben. A kókuszdióból készített zsíradék 25 Celsius fok felett folyékony állagú, ekkor nevezhetjük kókuszolajnak, alatta viszont szilárd, ekkor pedig kókuszzsírnak hívhatjuk. És rendelkezik néhány különleges tulajdonsággal. Ha először fogyasztasz kókuszolajat, kókuszzsírt, fontos, hogy az első pár napban csak fél evőkanálnyi mennyiséget fogyaszt belőle naponta, majd fokozatosan emeld a napi adagot, azért mert az emésztőrendszerünknek kell egy kis idő, hogy hozzászokjon. Ha egyből nagyobb adagot viszünk be belőle, okozhat enyhe hasmenést. Először is 50%-ban közepes szénláncú trigliceridekkel tartalmaz, amelyeket a testünk azonnal energiaként tud használni, tehát kifejezetten hasznos zsírégetéshez, fogyáshoz. A kókuszolaj fogyasztásával többek között felgyorsulhat az anyagcsere, hosszabb ideig nem leszünk éhesek, tehát a fogyókúra időszakos bőtölés alatt mindenképpen ajánlott a fogyasztása. A reggeli vagy a déli étkezést egyszerűen lehet vele helyettesíteni. A második érdekesség a kókuszzsírral kapcsolatban, hogy rendkívül barátságos a máj, az epe és a hasnyálmirigy számára. A kókuszolaj hasznosításához nem, vagy csak kis mennyiségű epesavra van szükség az emésztés során, így amikor elfogyasztod, nagyon kevés teher rakódik a májra és az epére, azaz könnyű megemészteni. Gyorsan jutunk energiához általa, nem kell a májnak, az epének sokat dolgozni érte. A testünk könnyen energiaként tudja hasznosítani, azért is, mert felhasználásához nem kellenek enzimek sem, a vékony bélen keresztül szinte egyből bekerül a nyirokkeringésbe. Mindezekből következik, hogy nagyon ajánlható napi szintű bevitele olyan esetekben, amikor valamilyen máj, epe vagy hasnyálmirigy problémánk van. Szilárd állapotban egyszerű a fogyasztása, kellemes, finom, kókuszos az íze. Fontos itt megjegyezni azt is, hogy ha maximálisan akarjuk élvezni a kókuszolaj, kókuszzsír jótékony hatásait, a legjobb a hidegen sajtolt szűz kókuszolajat enni. A kókuszolaj kiváló fertőtlenítő, fő hatóanyagai a kaprilsav, kapronsav, kaprinsav és a laurinsav, baktérium, gomba és vírusellenes vegyületek. A segítségükkel jó eredményeket érhetünk el az emésztőrendszerben elszaporodott gombák, paraziták és baktériumok ellen. Nagyon jó kandidára például. Külsőleg is ugyanúgy alkalmazhatjuk a bőrön, a hajon keletkező, jelentkező fertőzésekre. Fertőtlenítéshez a kókuszolaj mellé nagyon jó még az ezüst kolloid, a grapefruit magcsepp, a szegfűszegolaj, az oregano olaj, a fokhagyma, az almaecet és a manuka méz. A következő, a negyedik fontos info a kókuszolajról, hogy jó energiaforrás jelent az agysejtek számára is, mivel a benne lévő már említett közepes szénláncú trigliceridek ketonokká alakulnak az emésztés során. A ketonok növelik az agysejtek védelmét és fokozzák a kognitív funkciókat, tehát a memóriát és a koncentrációt is erősíthetjük a kókuszolaj rendszeres bevitelével. Memóriaromlás Parkinson Alzheimer esetén kifejezetten hasznos a rendszeres fogyasztása, de akkor is, ha csak növelni szeretnénk a mindennapok során a teljesítményünket. Agyunk teljesítményének fokozásához a kókuszolaj mellett nagyon jó még a friss tiszta méhpempő, az astaxantin, az aranykolloid és a flavonoidok. A kókuszolajat használhatjuk a jobb alváshoz is, lefekvés előtt is ajánlható a fogyasztása. Próbálj meg lefekvés előtt egy kanál kókuszolajat elfogyasztani pár napig, és figyeld meg, hogyan változik tőle az alvásod. A jobb alvás segítik a természetes B-vitaminok, a kálium és a magnézium, az asvaganda növénykivonata és a triptofán is. Elzsírosodott máj, zsírmáj esetén is ajánlható a hidegen sajtolt kókuszolaj, rendszeres napi szintű fogyasztása segíthet a negatív folyamatok visszafordításában. A máj elzsírosodásáért a finomított szénhidrátok a felelősek elsősorban, és nem a magas zsírtartalmú ételek. Zsírmáj esetén az olaj és zsírfélék közül a hidegen sajtolt szűz
olívaolaj és a halételekben lévő omega-3 ajánlható még. Zsírmáj esetén ajánlom figyelmetbe a Mannavita webshopból a Hepadex étrendkiegészítőt, mely 15 gyógynövény kivonat és hatóanyag erejét egyesíti, illetve a Mária tövis magörleményt. A hetedik érve a kókuszolaj rendszeres fogyasztása mellett a hormonokra kifejtett hatásai. A legtöbb hormon probléma a hormonok egyensúlyának a felborulása, a hátterében elsősorban a túlzott szénhidrát bevitel áll. Ha elkezdesz rendszeresen naponta több alkalommal kókuszsírt bevinni, fokozatosan helyettesítheted a szénhidrátokból származó energiát vele. A kókuszolaj képes a koleszterint pregnenolonná alakítani, ez egy úgynevezett anyahormon, amiből DHEA és tesztoszteron is létrejön többek között, illetve a pajzsmirigy hormonoknak is ez az egyik fontos építőköve. Ezért hozhat pajzsmirigy alulműködéses esetekben is látványos javulást a kókuszsír napi szintű fogyasztása. Az ösztrogénnek is előhormonja a pregnenolon, így hölgyeknek hasznos lehet az ösztrogén és a progeszteron egyensúlyának javításához, illetve a PMS tüneteknek a csökkentéséhez is. A hormonok kiegyensúlyozását a zsírfélék közül segítik a halakban lévő omega-3, az olívaolajban lévő omega-9, a gla, a méhpempő, barátcserje, a zöldtea és az elegendő alvás. A nyolcadik és egyben utolsó érve a kókuszsír rendszeres fogyasztása mellett, hogy a bélflórára is igen jó hatása lehet. A kókuszolaj segíti a testünket a bélszövetek regenerálásában, például áteresztő bélszindróma esetén, illetve támogatja a jó baktériumok szaporodását a belegben, miközben segíti a rosszaknak számának a csökkenését. A benne lévő laurinsav erősítik a testünk védelmi tevékenységét a vékony bélben lévő kártékony baktériumokkal, gombákkal, parazitákkal szemben. Továbbá, ha esetleg a normál táplálkozásoddal kevés zsíradékot viszel be, a kókuszolajjal pótolhatod ezt a hiányosságot, finom kókuszos az íze, az illata, étkezések után egyél meg egy-két kanállal belőle, így csökkentheted például a székrekedés esélyeit. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet ez a téma. Ha vannak saját tapasztalataid a kókuszolajjal kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, oszd meg másokkal is. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!